Az Operaház turnéjában 4 határon túli magyarok által lakott település is szerepel. Az egyetlen felvidéki helyszín Dunaszerdahely volt, ahol több mint 300 néző látta az operát. Nemrég járt a társulatunk Koreában, nemrég jártunk az Egyesült Államokban, de talán mindannyiunk számára fontosabb ezeknél a különleges helyszíneknél az, hogy azokra a magyar lakta területekre is eljuthatunk, ahol talán még ilyen nagyszabású produkció nem is járt soha. Pontosan ugyanaz a magyarság él itt is, mint amelyik otthon, ugyanolyan szív dobog bennük, mint bennünk, ugyanazt gondolják talán a világról, mint mi. Nekünk pedig kötelességünk az, hogy mindenhova eljöjjünk, ahova csak lehet. A Magyar Állami Operaházban 1937 óta van műsoron a Nádasdy Kálmán Olá Gusztáv féle bohém élet, amely azóta több mint 900 előadást ért meg. Az ehhez tartozó monumentális, pompás díszletet, amely a mai napig nyílt színi tapsot vált ki az operaházban, a külső helyszínekre érthető módon nem lehetett elszállítani. Különleges pillanat az énekeseink életében az, hogy nincs körülöttük ez a környezet. Meg kell mutatni azt, amiről a darab lényege szól. Itt vagyunk közvetlenül, ahogy ezt mondani szokták a közönség szájában, tehát nincs közöttük a zenekari árok, ami védene, nincs közöttük semmi. Itt vannak a közönséggel egy légtérben, mozognak és élnek, léteznek. A darab a párizsi bohémek életét bemutató megható szerelmi történet, amely a női főszereplő Mimi tragikus halálával ér véget. A közönség a férfi főszerepben Horváth Istvánt láthatta, aki mindig szívesen alakítja Rodolfót, amely a klasszikus tenor szerepek közé tartozik. Már elég régóta énekelem a szerepet, és én nagyon szeretem, mert azt gondolom, hogy a hangomhoz ez illik most a legjobban, és a szerep ugye egy költőt alkottok, és azt gondolom, hogy az is közel áll hozzám, úgyhogy nagyon szeretem. Mindenki, aki énekes és tenorista, az hogyha bekerül az operaházban, mindenkinek az az álma, hogy egyszer ebbe a tradicionális, régmúltú rendezésbe beálljon, mert hát gyönyörű szépek a díszletek, nagyon szépek a jelmezek, és tényleg egy ilyen különleges dolog, hogy egy ilyen régi darabban énekelhetünk, és azokat a jelmezeket hozhatjuk föl, akik előttünk a legjobb énekesek énekeltek a színházban.